Az MSZP több százezer forint bérleti díja tartozik az önkormányzatnak. A KDNP csurnai szervezete sajtóközleményt juttatott el a Rábaközi Televízió szerkesztőségébe. A közleményben leírták, hogy az ellenzéki pártok milyen tartozást halmoztak fel Csornavárossal szemben. Kocsis Róbert, a KDNP csurnai szervezetének elnöke elmondta, az MSZP több mint 600 ezer forinttal tartozik. Tisztelettel köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit. A közelmúltban robbant a hír Eger kapcsán, ahol kiderült, hogy az MSZP helyi szervezete közel 1 millió forintos tartozást halmozott fel irodahasználati bérleti szerződések ki nem egyenlítésével. Ekkor jött az ötlet gondolat, hogy utána nézek, hogy állnak a politikai szervezetek, pártok városunkban, Csornán. Közérdekű adatigényléssel fordultam Csornaváros jegyzőjéhez. A kapott adatok alapján sajnos szomorú hírt kell megosztanom. A helyi szervezete a Magyar Szocialista Pártnak 600 ezer forintos tartozást, hátralékot halmozott fel. Ez egy jelentős összeg. Az ilyen összegből játszótereket lehetne felújítani, járdákat lehetne megfelelően karbantartani, vagy kisebb, de annál tartalmasabb helyi rendezvényeket lehetne finanszírozni. Nagyon fontos kiemelném, hogy a Magyar Szocialista Párt helyi szervezete, amikor az önkormányzatnak tartozik, akkor minden csornai polgárnak is tartozik. 2010-ig eladósították országunkat, 2010-től pedig eladósították saját pártjukat. Felmerül ez a kérdés teljes jogosan. Hogyan gondolják irányítani egy teljes ország, akár egy kisváros gazdálkodását a kormányváltó politikájukra tekintettel, amikor még csekély létszámú helyi szervezetük kapcsán vagy szintjén sem képesek ezt megtenni. Szeretnénk felhívni a Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének a figyelmét, hogy mielőbb rendezzék hátralékukat Csorna város önkormányzatával, a csornai emberekkel szemben. Nem fogjuk hagyni, hogy ezt az ügyet szőnyeg alá seperjék és tovább élősködjenek városunkon. Most pedig hangsúlyozottan érvényes jelmondatunk, fizessenek a gazdagok. A témával kapcsolatban Major Andrást is megkérdeztük. Az alpolgármester elmondta, a pártok közül az MSZP több mint 600 ezer forinttal tartozik az önkormányzatnak. Nagy tisztelettel köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit. Kocsis Róbert, a KDNP helyi elnöke, valóban egy közérdekű adatigényléssel fordult önkormányzatunkhoz, fordult Csornaváros jegyzőihez, melyben arra volt kíváncsi, hogy hogyan állnak a pártok, a csornai pártokháza helységbérleti díjaival kapcsolatban, és hát sajnos csak megerősíteni tudom, hogy komoly tartozás áll fenn például az MSZP részéről, hiszen közel 600, vagy valamivel több mint 600 ezer forinttal tartoznak Csornaváros önkormányzatának. Most önkormányzatunk ugye többször megkereste az MSZP-t, hogy ezeket a tartozásokat egyenlítsék ki, levélben is, illetve telefonon is ezekről hivatalos fejezések is készültek, megkerestük őket. Kértük, hogy a tartozásokat egyenlítsék ki, vagy ha nincsen szükségük az irodára, akkor adják vissza az irodának a kulcsait, hiszen számos olyan helyi civil szervet is van a városunkban, akiknek szüksége lehet egy olyan helységre, egy olyan irodára, ahol a közösségi, illetve a hivatalos ügyeiket tudják rendezni. Na most úgy néz ki, hogy lehetséges, hogy ezen a héten a kulcsokat vissza fogják adni az önkormányzatnak. Ez már egy pozitív lépés, viszont attól függően, vagy függetlenül, bocsánat, attól függetlenül a tartozásuk még fenn fog állni. Nyilván mi, mint önkormányzat nem hagyhatjuk, hogy ez ugye annyiba maradjon, és nincs is ilyen szándékunk, tehát egyeztetve a jogi képviselőnkkel mindenféleképpen arra fogunk törekedni, hogy ez a tartozás az MSZP irányából rendezésre kerüljön Csornaváros önkormányzatának irányába. Pap József, az MSZP megyei alelnöke reagált Kocsis Róbert nyilatkozatára. A KDNP állítása szerint az MSZP több mint 600 ezer forint tartozás halmozott fel a csornai pártok háza bérleti díjával kapcsolatban. Miről a véleménye az MSZP-nek? Hát aki ezt állította, az egészen biztos, hogy az állítását aláírt bérleti szerződéssel, mármint az önkormányzat és
az MSZP közt aláírt bérleti szerződéssel, kibocsátott számlákkal, kifizetetlen számlákkal vagy fizetési felszólításokkal biztos nem tudta alátámasztani, mert hogy ilyenek nincsenek. Az történt, hogy 2015. januárjában, amikor az új képviselőtestület döntött a pártokháza irodáinak odaítéléséről, akkor én már a testületülés előtt, megismerve az előterjesztést, írásban jeleztem a polgármester asszonynak, illetve a képviselőtestületnek, hogy a javaslat számunkra elfogadhatatlan, mert hogy korábban az MSZP által bérelt irodát MSZP-DK névre, vagy MSZP-DK-nak kívánták bérbeadni. Ilyen nevű szervezet meg nincs. Van MSZP, van DK, de MSZP-DK nincs. Az, hogy egyébként a két önkormányzati képviselő MSZP-DK színekben van ott, az azért van, mert közös listán indultunk. Előzetesen jeleztük, hogy ez számunkra elfogadhatatlan. Ennek ellenére mégis megszavazták, mert hát mindent megszavaznak, amit gondolnak. Én körülbelül az 50-es években találkoztam utoljára, ilyen találkoztam történelmi tanulmányaimból, tudom, mert hogy én sem éltem még akkor, hogy kényszer erőszakos társbérleteket hoztak létre. Tehát ezért nem is került sor bérleti szerződés aláírására. Ezt követően mi elhagytuk az irodát, másképp oldottuk meg az elhelyezésünket. Az MSZP Rábaközi Szervezet SMS-e szerint a párt helyi szervezetének a székhelye ma a mi lakáscímünk, erről az önkormányzatot én annak idején tájékoztattam. Azóta minden levél, amit az MSZP-nek írnak, az a mi lakáscímünkre érkezik. Érdekes módon múlt héten kaptam egy felszólítást, amiben azt állítják, hogy mi tartozunk. Azt a Szent István tér 5-be címezték, amit természetesen a kézbesítő nem tudott ott kézbesíteni, hiszen nincs ott senki, és ezért az Arany János utcai irodámban adta át azt a levelet. Tehát a székhelyünk, a mi lakáscímünk és az egyéb ügyeinket pedig Teleki László országgyűlési képviselő által bérelt irodában intézzük. Az irodában maradt néhány bútor, amit nem tudtunk elhelyezni. Ezeket egyébként felajánlottuk az önkormányzatnak, mert a nagyteremben lévő székek és asztalok már úgyis használhatatlanok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez csak egy hangulatkeltés vagy figyelemelterelés. Figyelemelterelés arról, hogy ugye mi most már a napelemgyár kapcsán nem csak a hiányzó munkahelyeket keressük, nem csak a hiányzó technológiai fejlesztést keressük, hanem most már közpénzek eltűnt milliárdjait is keressük, és a Fidesz valószínűleg azt szeretné, hogy ki nem bérelt irodabérleti díjáról beszéljenek az emberek, és ne pedig az eltűnt közpénzekről.